Üdvözlet mindenkinek, 2023. január 9-e van, és ezúttal arról szeretnék néhány információt megosztani, amit valószínűleg már láttak sokan. Ez a latin fordítás a különböző márkaneveknek, ismertebb kifejezéseknek, a mögöttük álló jelenség. Gondoltam megosztom az én véleményemet, Mielőtt ennek nekivágunk, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. 2022. július 2-án a The Tribune, egy indiai megjelenésű magazin, napi gondolata ez az idézet volt confucius vagy Confucius más néven. Jelek és szimbólumok uralják a világot, és nem szavak, vagy törvények. Érdekes módon ugyanezzel az idézettel, illetve gondolattal kezdi ezt a 2018. február 20-ai cikkét a Live It, Wear It website, amely egyáltalán nem egy összeesküvés elméletekkel foglalkozó oldal, ezúttal például a Black Panther vagy Fekete Párd, szóval jól gondolom magyarul, ez a képregény karakter filmfeldolgozása őszereplőinek ruházatán látható jelekkel foglalkozik. Ez esetben például láthatjuk ezt a jelet itt, amik ő, amit ők azonosítanak, az Adinkra szimbólummal, aminek jelentése Wawa aba, amely keménységet, ellenállást, illetve kitartást szimbolizál. A szimbóluma Wawa fának, a magjából származik, ugyanis az Akan afrikai kultúrában ez a szimbóluma annak, aki erős, illetve kemény, kitartó ilyen értelemben. Ez egyébként egyéni kitartást, álhatatosságot, eredményez, vagy jelképez a nehézségeken keresztül. Most össze tudja mindenki rakni a tényt, hogy egy hölgy az, aki kitalálta ezt a technológiát a filmben, és ez a jel szerepel a ruházatán, valamint a viselkedése, az nyilván egyfajta feminista ideológiát juttat el a nézőkhöz egy burkolt módon. Különös, hogy úgy kezdik ezt a cikket, hogy meg, ahhoz, hogy megértsük a világot, amelyben élünk, meg kell értenünk a szimbólumokat, amelyek körülvesznek minket. Ahhoz pedig, hogy megértsük ezeket a szimbólumokat, ki kell ásni, felszíne kell hozni az eredetüket, sőt, még jobb, hogyha az eredesztető szemét keressük meg. Ha jobban belegondolunk, akkor nem másról van szó, mint egyfajta lázadásról ezt reprezentálja az ököl ebben a logóban. Ha jobban megfigyeljük középen, ezt az összekötő vonalat, akkor láthatjuk, hogy az hasonlatos a kígyó bőrének az ábrázolásához, legalábbis sematikusan, ami visszautal a bibliai eseményekre, amikor az ellenség, sátán, ha úgy tetszik, fennlázott a teremtő ellen, és ő az, aki mind a mai napig az emberiséget ebbe az irányba vezeti a lázadás felé, amit persze úgy hívunk, hogy egyenlőség, önmegvalósítás, emancipáció, feminizmus végtelen befogadás tolerancia végtelen formában megjelenik ugyanaz a gondolat a lényeg azonban egy lázadás a természetes rend ellen amit a teremtő felállított oly sokszor megmutattam már ezt az idézetet és lőn az égben viaskodás, ami egy harcot jelent egy csatát, viszályt vagy konfliktust és Mihály illetve az ő angyalai viaskodnak a sárkányjal, és a sárkány harcol, vagy viaskodik, és az ő angyalai. Van, volt tehát egy ponton egy háború az égben, amikor a fel ellenség és az ő általa fellázított angyalok harcoltak azok ellen, az angyalok ellen, akik tartották a helyüket. Mivel nem győzhettek az ellenség, ezért levettettek, és nem volt többi helyük a földön. A kilences vers, ami már olyszor elhangzott, és vetteték a nagy sárkányam a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, és az egész Föld kerekségét megtéveszti, vetteték a földre és az ő angyalai ővele vele levettetének. A megtévesztés, amiről beszél, az eltéveit, elámít, félrevezet, letérít, becsap, rászed, megtéveszt, és ennek a különböző verzióit jobb szélen lehet látni. Ezért mondhatta azt Konfucius tudván, hogy mi a világ valódi működési elve, tisztában lévén azzal, hogy a spirituális erők uralkodnak az emberek felett, hogy jelek és szimbólumok uralják a világot, nem pedig szavak és törvények. A titkos társaságok ezért titkos társaságok, mert ismerik ezt a nyelvezetet. Ha valaki veszi a fáradtságot, és megnézi a Infobubble csatornán látható végtelen videók egyikét, amikor számokról van szó, azoknak az értelmezési lehetőségeiről, akkor könnyedén rá fog jönni, hogy ami körülvesz minket a világban, az nem más, mint egy folytonos üzenetrendszer, aminek az a lényege, hogy egyrészt az emberek agyát manipulálja, másrészt Kommunikáljanak azok, akik értik ezt a nyelvet és tudják olvasni ezeket a jeleket. Az emberek többsége elvész abban, amiről szó van, amit hall. Azonban a beavatottak, a felvilágosodottak tudják, hogy azok, amit látnak, annak mi a jelentősége, és egy másik valóságot olvasnak mint amikor a matrix van a programozó srác azt mondta, hogy ő már csak nőket lát itt, embereket, ilyen hajú, olyan hajú, akármilyen hajú, embereket, nem pedig ezt a kódot. Pontosan így van ezzel is, hogyha valaki megtanulja ezt a nyelvezetet, ahogyan ebben a cikkben is sugalták meg, javasolták nekünk, onnantól kezdve látni fogja a világot annak, ami a világ. Természetes, hogy ez hihetetlen, és én nem is okolok senkit azért, hogy nem hiszi el elsőre, másodikra vagy harmadikra. Azonban egyre több információ áll rendelkezésünkre arra nézve, és hogy demonstráljuk, hogy mindaz, amit eddig hittünk, az nem igaz, vagy legalábbis nem úgy igaz, ahogy gondoltuk. Talán a legszemléletesebb példa erre a parlament kifejezés, ami az angolban hasonlóképpen hangzik, parlament, ha megnézzük az eredetét, akkor ők itt régi francia nyelvre vezetik vissza a parler, ami lényegében beszélni jelent. Ha azonban megnézzük a latint, és szétválasztjuk a megfelelő helyen, akkor láthatjuk azt, hogy parlia ment, az azt jelenti, hogy hazudnak. A magyar parlament azt jelenti, hogy beszélnek, azonban az eredeti kifejezés parlia ment, az hazugságot jelent, ez nem is lehetne egyébként találóbb, meg célra vezetőbb név, mint ami valóban történik minden parlamentben a világot. A parlament segítségével vezetik félre az emberiséget azok, akik uralják és irányítják a világot, és természetesen az ellenség, aki őket irányítja, hisz láttuk, hogy ő az, aki megtéveszti az embereket. Nem is olyan rég a Balenciágának megjelent egy fotósorozata, ami elég nagy botrányt kavart, és csak néhány Épet szeretnék ezek közül, illetve a Balenciágától megmutatni. Most itt már be vannak karikázva bizonyos részek, de hogyha az ember figyelmes, akkor bárhová néz felfedezhet aggasztó jeleket, amely ezzel a márkával kapcsolatos. Persze szó volt már Celine Dion megjelent sorozatáról, ugye ez a nu, no, 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 ahol szintén elég perves dolgokat lehetett látni, mint ahogy ezen a képen is akár ez a alsó sarokban, ez a furcsa karakter a két különböző színű szemmel, vagy a cipő, ami a kisgyerekem van, ez a rajz itt a falon, ami egy ördögöt tűnik ábrázolni. Mit is gondolnak az emberek, hogy mi jut az eszébe akkor valakinek, amikor megtervez egy ilyen ruhát, illetve egy fotósorozatot, és aztán a végeredménye annak egy ilyen teljesen egyértelmű, okult szimbólum, orgia. Felhasználván mindehez a gyerekeket, és azt, hogy az ember önkéntelenül is vonzódik ahhoz a gyermeki ártatlansághoz, az egészséges értelemben úgy értem, hogy mindenki szereti, vagy általában egy normális ember szereti a gyerekeket, meg akarja őket védeni, óvni. Szóval van egy ilyen kettős érzés az egészben, az egyrészt a gyermeki ártatlanság, és az, hogy az ember önkéntelenül is azt értékeli és próbálná védeni, illetve becsüli. Amihez csatlakozik ez az egyértelműen sötét és gonosz képű világ, ami körbeveszi ezekkel a sárkányokkal, meg különböző torszülött lényekkel, meg úgy általában az egész szín azokkal a fekete holdakkal, mi egymással, amit még fel lehet fedezni ezen. Maga a név Balenciaga, az nem jelent semmi különöset játszani a labdát, szóval mondhatnánk azt, hogy ez ártalmatlan, Viszont ha beillesztünk még egy másik A betűt és Baállá változtatjuk, akkor érdekes módon azt fogja kiadni, hogy Baál a király. Akik ismerősek a Biblia világában, azok, azok hallottak már Baáról, ez nagyjából százszor szerepel különböző formában, és végig vonul az egész íráson, megjelenik még Pál Apostol Rómaiakhoz írt levelében is Baál. Hogyha a leg Találóbat próbálnám kiválasztani, akkor az Jeremiás 23-as fejezet 27-es versben lesz kezdődve úgy, hogy meddig lesz ez a hazugságot profétáló profiták szívében, akik az ő szívüknek a családságát profétálják, akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet, az ő álmaikkal, amelyeket egymásnak beszélnek, miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről, Baalért, Különösen fájó lehet a keresztényeknek ez a Baal dolog, ugyanis az nem más, mint a Héber verziója az Úrnak, amit mindenki erőszeretettel használ ma, mind Jézus, mind pedig az Isten megfelelőjéként. Ez nem más, mint Baal a Héberben. És ez egy föníciai főisten volt, a kánoániak illetve a föníciaiak legfőbb férfi istensége Astarotnak volt. Egyébként ez a párja, ez az Isten. Ezek után furcsa, hogy 2018. szeptember 26-án az amerikai fehérházzal szemben felállították a híres palmírai íveket, vagyis legalábbis annak egy digitális 3D nyomtatott változatát, amit más néven egyébként Baal Volt íveinek is neveznek, amit az ISIS állítólagosan lerombolt palmirában. Ennek a rekonstrukcióját láthatjuk itt most, Oval, ugyanúgy ezen időtájt egyébként világszerte számos helyen New Yorkban, a Times Square-en, Londonban, a Trafalgar téren szintén felállították ugyanezeket a boltíveket, és azzal magyarázták, hogy az ISIS lerombolta az emberiség történelmének és örökségének egy szimbólumát és egy nagy jelentőségű részletét, és ezt próbálták ők visszahozni. Úgy, hogy az emberek többségének fogalma sincs arról, hogy azok a, az a civilizáció idézőjelbe, amely ezeket az oszlopokat építette, és amely használta ezeket, az gyermekáldozatokra használta ezt többnyire, Baal, illetve a különböző helyi istenségeknek, és feláldozták az újszülött gyermekeiket annak érdekében, hogy az istenségnek kivívják a tetszését, illetve egy jobb jövőt. Jobb aratást, egy jobb, termékenyebb jövendőt építsenek, vagy eszközöljenek ki maguknak ezáltal. A cikk úgy fogalmaz, hogy ma közösen bemutatták Palmírának Szíria ikonikus diadalívének rekonstrukcióját a National Mall-ban, ez ugye ez a hely, ahol felállították, és Engel úr elmondta a 45 perces ceremónia során, ha ránézünk erre a gyönyörű ívre, az ősi civilizációk szemével látunk, és ez itt a Kapitólium klasszikus oszlopaival szemben valóban rendkívüli. Úrcse, hogy ugyanaz a gondolat jön elő, mint amit megnéztünk ezzel az ellenállással, lázadással kapcsolatban, a bevezetőben Engel úr úgy foglalta össze, az eljárás, hogy kijelentette, ma vávetve állunk, a hangunk egyenként szól, nem hagyjuk, hogy a terroristák eltöröljék a történelmet szolidaritást vállalunk Szíria népével, akit egy ilyen elképzelhetetlen borzalom ért az ISIS és az Assad rezsim által. Elkötelezettnek kell maradnunk, amellett, hogy véget vessünk ennek a barbárságnak. Olyan projektek, mint a Palmira ívének a felújítása, kritikus módja annak, hogy megünnepeljük ezeket az ikonikus darabokat, nagyon is életben tartsuk őket, és jelen legyenek kollektív tudatunkban. Ugyanez az ellenállás jellemző a világot, és szerintem az emberek többsége nincs is tisztában azzal, hogy valamilyen formában ő is részt vesz ebben, teljesen mindegy, hogy mi az, ami ellen harcol, vagy mit próbál megdönteni, vagy ki az, akit próbál megdönteni éppen. A lázadás szellemiségét, ha valaki beengedi az elméjébe, onnantól ez a nagyon nehéz lesz szabadulni tőle, mindegy, hogy az a munkahelyen történik, a családon belül, vagy politikában. A lényeg ennek a szellemiségnek az, hogy bekerüljön az ember elméjébe, onnantól kezdve már többi az menni fog egyszerűen. Jeremias szintén a 19-es fejezetben úgy ír, hogy és magaslatokat építettek bálnak, hogy megégessék fiaikat a tűzben, égő áldozatul a bálnak, amit én nem parancsoltam, sem nem rendeltem, és amire nem is gondoltam. Mi meg próbáljuk ezeket újraépíteni a világban, hogy rekonstruáljuk az eltűnt civilizációkat, közben meg ezek ott a gyerekeiket áldozgatták föl, meg ki tudja még mit nagy üzembe azért, hogy valamilyen istenségnek kedvezzenek. Ne gondolja senki azt, hogy ezek a bá, meg ezek a dolgok a képzelet szüleménye. Ezek létező élőlények, csak nem a mi világunkban, vagy ebben a dimenzióban, ha úgy tetszik, hanem a spirituálisban. És sokkal közelebb álltak ezek az általunk primitívnek gondolt emberek a letűnt korokban ahhoz a valósághoz, ami körülvesz minket, mint most mi. Mi azt gondoljuk, hogy mindent tudunk, meg kitaláltunk, csak azért, mert a tudomány valamiféle választ szolgáltat nekünk erre. Ugyanerről számolt be a BBC egyébként, hogy Londonban újraépítették, beállnak ezt az oszlopát, illetve boltívét. Boris Johnson úgy fogalmazott, aki London polgármestere volt abban az időben, hogy ez a technológiának, illetve az elszántságnak, az éve és a szolidaritásnak a cselekedete az, hogy ezt újra itt felállították. Mindemellett mellett hozzátette, hogy dacolva a barbárokkal gyűlnek össze most a nézők, akik tavaly lerombolták a barbárok a boltívet, Szíria fővárosát Damaszkustól, Damaszkusztól észak-keletre fekvő városban. Tehát ez egy dac, egy ellenállásnak a jele, ez a szimbólum, ez az oszlop. Szellemiség az, ami uralja a világot hogy a Morpheus mondta a Matrix című filmben, ez elkerülhetetlen, hogy az ember benne legyen a Matrixban. Az, hogy képes-e fölébredni, és aztán kikerülni belőle, az már egy másik dolog. De ez a Matrix, ez mindannyiunkat körbevesz, ha tetszik, ha nem. És szerintem ezek mind arra utalnak, amiket bemutattam ebben a videóban, például, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni már mindezt, ez csak túl sok bizonyíték erre nézvést. Remélem, hogy ez hasznos azok számára, akik ezt nézik, és meggyőző, és arra inspirálja őket, meg a többséget, hogy nézzenek utána jobban ezeknek a dolgoknak, és hozzanak meg egy informált döntést arra nézvést, hogy hogyan vezetik az életüket. Én javaslom az infobába a YouTube csatornát, mind a kettőt, illetve a weboldalunkat, ahol rengeteget videót találtok ezzel kapcsolatban, de létezik egy Facebook oldal, szintén infobaba, ahol megosztogatunk ezt-azt. Még igyekszek gyorsan mutatni egy párat, valószínűleg mindenki ismeri az agysorvasztó Nickelodeon dolgot. Érdekes, hogy a Nickelodeon maga a szó, hogyha az N betűt a végéről levesszük, akkor azt jelenti latinból magyarra, hogy nem érdekel Isten. Sőt, a jól ismert a Gucci ha szétválasztjuk a megfelelő helyen, akkor van egy bagoly. A jelentése magyarul ezt kapjuk. A bagoly pedig egy ismert okult szimbólum. Most erre nincs idő, hogy ebbe belemenjek, de itt például egy Gucci táskát láthatunk, ami épp ezzel a motívummal készült. Esetleg annyit megemlítenék, hogy a bagoly az Móleknek a szimbóluma, aki ugyancsak ismerős lehet a Bibliából, szintén számos alkalommal említést tesz erről az írás. Egy kánaánita istenség volt, akinek a népek ugyancsak feláldozták a fiaikat és a lányaikat, mégpedig olyan módon, hogy a fényből készült szobrát felhevítették tűzzel, tüzet raktak alatta, és aztán betették a kezébe ezeket a gyerekeket, és megvárták, még azok elégnek, ezzel áldozván Termékenység Istenének, illetve az akkori ő általuk imádott Istennek, Moloknak. Kurcsa, hogy épp a Vatikán, az, illetve a kolosszaumban, ahol található egy ilyen szobor, Molok tiszteletére idézőjelbe, aki ugye az ősi gyermek áldozott istenség, de ez mind a mai napig megtalálható a Kolosszámban. ámos alkalommal együtt is szerepel Bál és Molok, mint például itt. Jeremiás 32-es fejezetben magaslatokat emeltek Baálnak a Benhinom völgyében, hogy megáldozzák fiaikat és lányaikat a moloknak, amit nem parancsoltam nekik, még csak nem is gondoltam rá, hogy ez egy utálatosságot megcselekedjék. Ez a kifejezés Molech egyébként királyt jelent a Héberben, de egy ammonita istenség volt, akinek kultuszát a Hinnom völgyben gyakorolták egyes zsidók vagy izraeliták most pedig Rómában, a Kolosszeumban látható ennek a szobra, többek között meg a bál, oszlopok, meg ívek emelkednek a világban mindenfelé. Gucci tehát azt jelenti, hogy van egy bagoly, ami összeköthető ezzel az Ammonita, Kánoánita istenséggel Molechel. Feltételezem az adidas is mindenki ismeri. Adidas azt jelenti, hogy adod Istennek, mint ahogyan mindenki, aki ezekre a márkákra költ extra összegeket, az tulajdonképpen egy áldozat mammonnak, mammon pedig a pénzistensége a világban. Hisz bármit meg lehetne venni sokkal-sokkal olcsóbban, meg gazdaságosabban, már most azoknak mondom, akik ezekre a márkákra különösképpen érzékenyek, csak az extrát azért kell fizetnünk, mert rajta van az a márkajelzés. Ez pedig tulajdonképpen egy áldozat a világ istenének. Hisz extra időt kell dolgozni a mindenkinek azért, hogy megvegye ezeket a drágább dolgokat. És nem azt mondom, hogy nincs minőségi különbség, csak az, hogy a ruházat különösképpen olyan olcsón meg lehet oldani, számtalan ilyen használt ruhabolt van, ahol majd, nem csak olyat lehet venni, mint az új. És még ha valakinek ez nem is tetszik, de akkor is vannak olcsóbb verziói mindennek. Most csak a különbséget akarom kiemelni, hogyha valaki a márkákra megy rá, illetve számára fontos, akkor ez egy áldozat Istennek, mint ahogy ez a név is egyébként jelzi azt. Ha megyünk tovább, akkor az Amazon nevet elválasztván középen azt kapjuk, hogy szeretni Zont. Zont pedig nem más, mint a nap, vagy a nap istensége. Tehát az Amazon nevének a jelentése az a nap Istennek a szolgálata, vagy pedig a szeretete. Azt mondhatnánk, hogy kit érdekel ez a napisten dolog, hisz mi már fejlettebbek vagyunk, és nem hiszünk ebben. De figyelj csak mindenki, egy egyetemes egyháztörténet tankönyvben mit olvashatunk. A hatalomnak minél gyorsabban meg kellett találnia, az 274-ben, 274-ről van szó, római, római birodalom csúcspontján lényegében. Bevezetett és általános elfogadást élvező napkultusz és a keresztény istenség imádatok közötti kapcsolódási pontot, amelynek révén a keresztény vallást a napkultusz szerves folytatásaként lehet értelmezni. Sol Invictus volt ez a napisten, a legyőzhetetlen nap, aminek a megfelelője ez a zon németből egyébként ez mindkét esetben monoteista vallásról volt szó, és ez megkönnyítette az államhatalom által felülről létrehozott művi szinkretizmust, vagyis vallási keverdést. Konstantin császár 321-ben a hét első napját a vasárnapot, mely korábban a nap tiszteletre méltó napja volt, állami pihenő nappá tette. A kereszténységen belül nagyon hamar megjelentek azok a szimbólumok, amelyek kifejezetten kedveztek ennek az átmenetnek. Krisztust a világ világosságát a naphoz kezdték hasonlítani, és Tertullianus egyház atya megjegyzése szerint sok pogány meg volt győződve arról, hogy a keresztények a napistent tisztelik, hiszen összejöveteleiket a nap napján tartották. Több európai nyelv őrzi az emlékét annak, hogy a vasárnap eredetileg a nap napja volt például a Sunday angolul, vagy a zontág németül, vagy a Szöntág svédül, melynek jelentése a nap napja. Egyesítésre törekedvén a bajokkal küzdő római birodalomban Konstantin a napisten napjának a vasárnapnak megünneplésében olyan intézményt vélt felfedezni, amely az egységesítés központjává válhat, a vasárnapot, a napisten napját a kereszténység és a pogányság új egyesítésének pecsétjévé tették. Mondhatjuk tehát, hogy kit érdekel, de most már látja mindenki, hogy a kereszténységen keresztül 2,5 milliárd ember gyakorlatilag a napisten szolgálja ilyen vagy olyan módon. Persze ez komplexebb ennél, meg bonyolultabb, én tudom, de ettől függetlenül még a helyzet nem változik, és ezt úgy tűnik, hogy demonstrálja és igazolja. Például ez az apróság, hogy szerest zont. Ma még néhány gyorsan megmutatom, ez a visa az egyik, aminek jelentése látott magyarul, hogyha az A betűt kitöröljük, akkor pedig a visz az akarsz. A visa lehetőséget teremt arra, hogy az ember megvegye azt, amit lát, azáltal, hogy hitelt tud felvenni ilyen gyorsan. Persze mondhatjuk azt, hogy mindez véletlen összefüggés, én csak megosztom. Aztán mindenki eldönti, hogy mi az, amit ő ebből kihámoz. Ha megnézzük a jól ismert márkát, a Mercedes-t, akkor a Mercedes jelentése Mercedes feladod. Mint ahogyan az ember az adidas kapcsolatban is felajánlja ezt, feladja azt az értéket, csak azért, mert ez egy státuszszimbólum a világban, semmi más oka nincs. Persze jobb minőségű, de a mai. Körülmények között teljesen mindegy, ugyanannyi ideig fut majd, hogy nem csak minden autó, és, és használtam meg lehet venni ezt azt, amit csak akar az ember. De ez egy státuszszimbólum, amiért az ember képes feladni sokkal pénzt, meg ezáltal az idejét és önmagából egy részt, hogy megszerezze ezt magának. Következő az Accenture. Ami szintén egy telekommunikációs cég, úgy értem, hogy ez egy telekommunikációs cég a Fülöp-szigeteken az egyik legnagyobb, de világszerte is igen jól ismert. És hogyha megnézzük az ő nevének a jelentését, ExxonTurre latinból magyarra felgyújtani a tüzet. Most ezt nem kell senkinek elmagyarázni különösképpen, hogy mit is reprezentál az, hogy felgyújtani a tüzet. Felgyújtani a tüzet egyrészt háborúságot jelent, másrészt utal a Bibliából jól ismert pokorra, vagy seorra, ami a lázadóknak és a bűnösöknek általában véve a gonoszoknak a helye. Legyen elég ennyi, és bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, amennyiben igen, akkor arra kérek mindenkit, hogy osszátok meg, közösségi oldalakon, lájkoljátok, és így több emberhez eljuthat az üzenet, amennyiben hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, megtaláltok minket a weboldalunkon, és mindenkinek köszönöm a támogatását, aki eddig megtette az az évek során. Abban szeretnék segíteni ezzel és az ehhez hasonló videókkal mindenkinek, hogy lássa a világot egy másik szemszögből, vagy egy másik szemüvegen keresztül, és akkor lehetősége nyílik majd mindenkinek, hogy egy olyan döntést hozzon meg az életével kapcsolatban, ami valós információkon alapul. Ez a koncepció, ez nagyon fontos, ugyanis nem lehet jó döntést hozni az igazság ismereten nélkül, és az ellenség, mind azok, akik vele dolgoznak, a háttérhatalom, ha úgy tetszik, az elit a sötétségből dolgoztak évszázadokon, évezeleken keresztül, azonban mára mindaz, ami ott el volt rejtve, az a felszínre kerül, és látható mindenki számára. A probléma csak az, hogy létezik ez a kódolt nyelv, ez a titokzatos, a többség számára hallatlan elgondolás, hogy nem minden azt jelenti körülöttünk, aminek tűnik. A nyelv pedig amennyire értékes a kommunikációban és az emberek közötti kapcsolat építésében ugyanúgy eszköze lehet a félrevezetésnek, illetve az igazság eltitkolásának, mint ahogyan az ellenség azt használja oly hosszú ideje. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, bízom abban, hogy épülésetekre volt ez a videó, hála dicsőség a Baja Huának, hamarosan találkozunk, addig is Halleluja!